Azt hiszem az eddigi külföldön rendelhető portékák tesztje sorozatom egyik leggazdagabb bemutatása következik, tekintettel arra, hogy maga a termék, amit be akarok mutatni, az bizony ahhoz, hogy megtudjuk, hogy ténylegesen működőképes-e, több fizikai kísérletet is el kell végezni. Miről is van szó? Ez egy fékfolyadék tesztelő, ami azt hivatott bemutatni, hogy a fékfolyadék hány százalék vizet tartalmaz. Na most tudni kell arra azt, hogy a fékfolyadékban víznek keresnivalója nincs. A fékfolyadékoknak a forráspontja lényegesen magasabb, mint a vízé, ez olyan 240-250 fok körül van. Na most, ha víz kerül a rendszerbe, és egy tartósabb hegymeneti vagy lejtmeneti utazás során a fékek, ha fölmelegednek, akkor esetleg átforrósodik maga a fékfolyadék is, és ha abban víz van, ugye azt tudjuk, hogy a víznek 100 fok a forráspontja, az ott elkezd felforni, és buborék keletkezik. Tehát a fékrendszerben egy buboréknak aztán végképp semmi keresni valója, mert az balesetveszélyhez vezethet. Éppen emiatt célszerű a fékfolyadékot bizonyos időközönként cserélni, az általában 2 év. Viszont tesztelhetjük a fékfolyadékot, hogy mennyi vizet tartalmaz. De hogy is kerülhetne víz a fékfolyadékba? A fékfolyadék az gyakorlatilag nem egy olajszerű anyagot kell elképzelni, mert az olaj a vízzel nem elegyedik. A fékfolyadék viszont igen, teljes mértékűleg. A fajsúlya nagyjából annyi, mint a vízé, tehát nem sokkal nehezebb. Ez a speciális fékfolyadék, ez magába szívja a levegő páratartalmát, tehát a levegőben lévő vizet megköti, úgynevezett higroszkopikus anyag. Ha sokat érintkezik a levegővel, akkor a levegő páratartalmát magába szívja. Na most így kerül bele a víz a fékfolyadékba. Most az más kérdés, hogy egyáltalán ott, ahol túl tud melegedni a fékfolyadék, tehát jellemzően a fékeknél, hogy oda a víz, hogy az Istenbe tud eljutni. Ugyanis maga a fékfolyadék, az nem egy körfolyamatban mozog a rendszerre, mint mondjuk a hűtőfolyadék, hanem gyakorlatilag oda-vissza mozgást végez a fékpedál lenyomása kapcsán. Így gyakorlatilag a kiegyenlítő tartályban lévő folyadék az, ami igazán föl tudja venni a párát, a nedvességet. Nyilván valamennyi keveredés azért csak van, de majd itt a későbbiből látjuk, hogy milyen helyzet ezzel. Tehát a lényeg az, hogy a fékfolyadék magába szívja a nedvességet, ezért nem célszerű sűrűn leveszegetni a öntő tartálynak a kupakját, mert ott, ahogy érintkezik a levegővel, magába szívja. Én még olyanról nem hallottam, hogy a fékfolyadék tartály túlcsordult volna, tehát inkább az fogyni szokott a folyadék szintje, mint hogy emelkedni, hiszen ahogy kopnak a betétek, akkor után töltődik a fékfolyadék, és inkább csökken a szintje, de ha magába szívja a nedvességet, akkor elméletileg ugye növekedni kéne a fékfolyadéknak a szintjének, de ilyenről én nem hallottam, hogy valakinek megtelt volna a tartály. Éppen ezzel kapcsolatban vetette föl valaki az Index fórumon, méghozzá, ha elnézést, nem mondom a nevét, Tengerin topiktársa az Index fórumán, hogy azért nem növekszik a térfogata a fékfolyadéknak, mert a vízmolekulák kisebbek, és annyira elkeveredik, hogy nem fog térfogat növekedéshez vezetni. Ugyanúgy, mint hogyha mondjuk van egy befőttes üvegünk, azt fél megtöltjük szárazbabbal, majd feltöltjük mákkal. Elvileg ugye úgy tűnik, hogy az üveg tele van. De most az üveget lezárjuk, és összerázzuk, akkor azt látjuk, hogy a üvegnek a tartalma az bizony nem addig lesz, mint amikor feltöltöttük, hanem lejjebb, hiszen az apróbb mákszemcsék a nagyobb abszemek közötti üres terület egy részét is kitöltötte. És így nem, hogy nőtt, hanem még csökkent a térfogat. Na majd erre a kísérletre is vissza fogok térni a legesleg végén. De először maga a készülék. Ez egy ilyen tollszerű szerkezet. Itt a végén van az érzékelő, végén van a kapcsoló. Alapból a zöld világít, ez azt jelenti, hogy be van kapcsolva, az elem használható.
Ha nincs víz a fékfolyadékban, akkor a zöld fog világítani. Ha 1% alatt van, akkor a következő LED, úgy látszik magától kikapcsolja egy idő után, ezt még nem is tudtam, akkor egy sárga LED világít. Ha 2%, akkor a következő sárga, ha 3 és 4%, akkor pedig már a két piros fog világítani, ami már azt jelenti, hogy ez már veszélyes, tehát mindenképpen cserére szorul az a fékfolyadék, tehát ezt így már használni nem lehet. Természetesen ezt ki fogom próbálni, hogy mi a helyzet vele. Legelőször is kipróbáljuk egy teljesen új fékfolyadékon, hogy mi a helyzet. Ezt ma vásároltam, ez egy bontatlan. És azt hiszem, azért itt egy gumikesztyűt felhúzok, hogy ez nagyon kéne, hogy a kezem érintkezzen ezzel a anyaggal. Igen, elnézést. Egy kicsit el van aulva, régi már ez a kesztyű egyébként. Nem éppen most lett vásárolva. Teljesen elavult, festik. Kukába vele. Látszik a színén is, hogy már meg van sárgulva. De hát, még ezt a kísérletet kibírná. Lenne. Nos. Ebbe a kupakba öntök a fékfolyadékból, és akkor most megnézzük, hogy mit mutat a műszer. Hát ez már alapból egy sárga világít, tehát az azt jelenti, hogy 1% alatt van a víz tartalma ennek a folyadéknak. Azért számomra érdekes, mindegy. Visszajöntöm a sikerül. Nézzük meg azt a fékfolyadékot, ami most legutóbb lett lecserélve az autóban. Ez 2 évig volt benne, 2 évente cseréltetem a fékfolyadékot. A színén is látszik, hogy egy kicsit sötétebb. A helyzet ugyanaz, tehát egy sárga világít. Tehát itt is azt mutatja, hogy a víztartalom 1% alatt van. Ez alapján tehát nem úgy tűnik, hogy indokolt lett volna a fékfolyadék csere, de a gyár 2 évet ír elő, és inkább jobb félni, mint megijedni, ezen a pár száz forinton spóroljunk. Van itt egy másik fékfolyadék, ez már legalább 10 éve áll, igaz, hogy lezárt tartályban, de sokkal sűrűbb az állaga is. Megnézzük, hogy ez mit mutat. Na hát ez viszont így érdekes, mert ez azt mutatja, hogy teljesen zöld, tehát ennek 0% víztartalma. Hozzáteszem, mindegyik DOT 4-es fékfolyadék, mert ez DOT 4-es és DOT 5-ös fékfolyadék bemérésére alkalmas készülék lenne. Most azt arra nem emlékszem, hogy ez alapból ilyen sűrű volt, vagy ez már az idő folyamán sűrűsödött meg. De akkor most jön az igazi teszt, ami arra hivatott megvizsgálni, hogy a víztartalommal hogy fog változni a műszer által kijelzett érték. Ez nem sima csapvíz, hanem a levegőből vont páratartalom. Ez gyakorlatilag ugyanaz a folyadék, mint ami a fékfolyadékba is belekerülne.
Tehát ez a fémfolyadék 500 g-os, ami a faj súlya majdnem annyi, mint a víznek, így sok jelentősége nincs, hogy ez gramba van megadva, ez pedig milliliterbe, mert gyakorlatilag ugyanaz. Az első teszt az lesz, hogy ehhez most 5 ml vizet hozzáadok, ami ugye 1%-nak felel meg. Így. És ugye ez mivel keveredik, ezért igazán nagy fölrázogatásra nincs szükség. És akkor megnézzük, hogy most mit fog mutatni a műszerünk. Tehát eddig azt mutatta, hogy 1% alatt volt a tartalom. Hát most is ugyanazt mutatja. Tehát nem történt változás. Hozzáadunk 5 ml vizet. Tehát már most 2% van. Azt nem mondanám, hogy pontosan mi hiszem, ugyanis itt már az egyik piros is világít. Nem jön látható. Nyilván nem mindegy, hogy most ez a szonda is mennyire merül bele a fékfolyadékba, mert... Gyanítom, hogy ez azon az elven működik, hogy az ellenállását méri a folyadéknak. Tovább. Sőt, én lehet, hogy többet is tettem rá az előbb egy picit. 1 ml, mert jobban kihúztam a fecskendőt. Akkor ezzel van még a 3%. Tehát ugyanúgy egy piros világít. És végül még egy 5 ml, ezzel meg lesz a 4%. És ha a műszerünk helyesen működik, akkor most már a felső pirosnak is világítania kell. És igen. Jaj. Nem ilyen látható. Tehát azt mondhatjuk, hogy ez a kis készülék, ez valóban működik, és jól működik, mert a folyadék mennyiségének a növelése, vagy a víz mennyiségének a növelésével mutatta, hogy bizony gondok vannak.
Hát az eredményt kihirdetve azt mondom, hogy használható. Azt a 700 forintot megértem, a 698 forintba került ez a kis szerkezet, és gyakorlatilag egy ilyen 3 hét alatt meg is küldték. Tehát ennyi pénzt mindenképpen megértem, úgy gondolom. És akkor most jönne az utolsó kísérlet. Csak hova tettem az ásványvizes palackot? Látszik, hogy mégsem készültem föl teljesen, sőt, tudom, még valami pénzt lehagytam. Igaz, hogy ebben már most van víz, de megpróbálom majd úgy belönteni, hogy egyelőre ne nagyon keveredjen össze a vízzel a fékfolyadék. Emberi számítás szerint, mivel ennek egy nagyon picivel nagyobb a fajsúlya, mint a víznek, így a víz fölül gyűlne össze. Szóval elég óvatosan keverem össze. Egyet öntöm bele. Szerintem ennyi elég is lesz. Azt a folyadék szintet meg kell jelölni, hogy meddig van. Ehhez hozok egy tollat, mert azt szintén nem hoztam ki. Pont a folyadék felső szintjéig meg lett jelölve. Átcsavarom a kupakot. Összerázom. És egy érdekes jelenséget tapasztalok. Felmelegedett. Határozottan langyos a folyadék. Mindjárt meg is tudom mondani, hogy hány fokos, mert van hőmérő. Harmincnyolc egész nyolc fokra fölmelegedett. Tehát ez ebből is látszik, hogy ez nem lehet a környezeti hőmérséklet, mert itt annyi nincs. És nézzük, hogy a folyadék szint át. Ha most nagyon jó indulattal azt mondanám, hogy talán egy parasz hajszálnyival alacsonyabb lett a folyadék szint. Tehát valóban a két anyag keveredésekor a nagyobb molekulák közé a kisebbnek a molekulái közé férünk, és emiatt a térfogata csökken. Ha még azt is beleveszünk, hogy most ez a folyadék ez föl van melegedve, és hogyha ez hűlni fog, akkor a térfogata még csökken. Itt alul már látszik, hogy kezd tisztulni. Ezt szépen látszunk.
másikra. Határozottan meleg. Igen, hát azt mondottam, hogy most ennél a folyadék mennyiségnél most durván egy olyan fél milliméterre lett kisebb a folyadéknak a szintje. Tehát ha megköti a vizet a fékfolyadék, akkor nem fog növekedni a térfogat a fékfolyadéknak, mert két, a nagyobb és a kisebb molekulák elférnek egymás mellett úgy, hogy ténylegesen nem fogják befolyásolni a folyadéknak a mennyiségét. Hát a kísérleteim ennyi lett volna. A lényeg az, hogy ténylegesen ezt a kis műszert azt mondom, hogy használható. Azt viszont kétségbe vonom, hogy normál használat mellett a fékfolyadék annyi vízpárát tudna megkötni, hogy az veszélyes lenne a fékrendszerre. Most itt főleg az ABS-es autóknál volt olyan probléma, hogy az ABS kocka tönkre ment, de hogy ez most minek a kárára tehető, nem tudom, mert szerintem annyi víz nem keletkezhet a rendszerbe, hogy az okozzon ilyen problémát, bár korróziót emlegetnek, nem tudom. Mivel szavatosság van a fékfolyadéknak is, lehet, hogy az idő folyamán olyan bomlástermékek keletkeznek, ami esetleg a tömítéseket vagy egyéb alkatrészeket károsítanak, és emiatt következhet be az ABS kockának a meghibásodása. Köszönöm a figyelmet!